Sziasztok! Itt vagyunk Csepelen Dukán András Ferenc barátommal, aki a 2024-es önkormányzati választásokon le fogja váltani a csepeliek akaratából és bizalmából a Fidesz, az állampárt csepeli helytartóját, a polgármesternek csúfolt, valójában inkább tanácselnökként funkcionáló Borbély Lénárdot. András azért hívott ma a Csepelre, mert egy egésznapos akciót tartanak, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy milyen károkat okozhat, hogyha az M0-ás fizetős lesz. Miket csináltatok ma? Egyrészt, először is köszönöm, hogy elengedtél a meghívást és eljöttél Csepelre. Szóval egyrészt gyűjtjük az aláírásokat az M0-ás fizetős tétele ellen, és beszélgettünk a csepeliekkel erről, illetve általában a csepeli közlekedésről, vagy más csepeli ügyekről, de főleg a közlekedés van ma a fókuszban. Másrészt, hogy itt forgalomszámlálás is zajlik, két aktivista ilyen egymást váltva ilyen 20-30 percenként számolja, hogy mennyi a forgalom befelé és kifelé, és ez ugye egy olyan céllal készül, hogy ne lehessen azt eltagadni, hogy itt amit érez minden csepeli, hogy nagy a forgalom, az megmutassuk, hogy a számokban kifejezve is hatalmas. Reggel 7-től este 7-ig mérünk, ugye most már lassan 10 órája zajlik a számolás, és ugye közben pedig élő bejelentkezések vannak. Köszönöm mindenkinek, aki eddig itt volt a Facebook oldalon, ezeket meg lehet tekinteni visszamenőleg is. Nagyon sok vendégünk volt, a frakció, aminek ugye Feri a vezetője, sok tagja megjelent már nálunk, illetve voltak környékbeli település, az Szigetszentmiklós és környékbeli kerületeknek a képviselői, polgármesterjelöltjei, valamint megjelentek nálunk a Csekatka és a Keplafronius Gábor, ugye mint főpolgármester helyettes és EP képviselő, nyilván pont fordítva, és ugye mindenki elmondta saját szemszögéből, hogy mit lát a közlekedésről, a csepeli közlekedésről, illetve az M0-ás fizetős tételéről, amiben a Momentum teljesen egységes, hogy helytelen, hiszen az elkerülőnek az elkerülésre kéne buzdítania, nem a városba való bejövetelre. Tehát már most is ilyen a forgalom, mi lesz akkor, hogy a hídvámot vezetnek be az M0-áson, és csak pénzért lehet kimenni ezeken a hídakon. Hát az fog történni, hogy a szigeten lakók, főleg a Csepeltől déli településekre, mert Csepeltől nem csak Csepel van a közszédelem ellentétben, mert rengeteg másik település, több tízezer lakossal, még többen fogják ezt az utat választani a város felé való bejutásra. Én arra kérek mindenkit, hogy kövessétek Facebookon Dukán András Ferenc barátomat, és a videóit nézzétek meg. És egy kicsit beszélgessünk akkor az M0-ásról és Csepelről is általánosságban. A Fidesz, az állampárt az idei évben és az elmúlt 13 év elképesztően rossz és elhibázott gazdaságpolitikájának az eredményét látjuk most. Van egy több ezer milliárd forintos államháztartási hiány, amit a kormány jelenleg megpróbál betömködni megszorításokkal és különböző adókkal. És mondjuk ki, hogy az M0-ás fizetősé tétele az egyfajta bújtatott adó. Ez egy hídvám. Ez egy hídvám, és azért is döbbenetes szerintem, mert pontosan azt a célt szolgálja a budapesti elkerülő, hogy a budapesti és ezáltal a csepeli forgalom is alacsonyabb legyen. Na már most, hogyha az M0-ás fizetős lesz, akkor értelemszerűen meg fog nőni az autós forgalom egész Budapesten, így itt Csepelen is. És ha már Csepel, egyébként ebből is látszik az, hogy a Momentumot valóban érdeklik az emberek problémája, és nagyon fontos nekünk Csepel. Ezzel egy időben azt látjuk, hogy a csepeli Fidesz legkevésbé sem érdekli az, hogy mi folyik Csepelen, egymással vannak elfoglalva. Ugye van a helyi helytartó Borbély Lénárd, és van a Fidesz erős embere Németh Szilárd, akik ahelyett, hogy azon dolgoznának, mint polgármester és mint országgyűlési képviselő, hogy a helyiek élete könnyebb, jobb és egyszerűbb legyen, egymással veszekednek. És bár formálisan most már exkommunikálva lett, ki lett zárva Borbély Lénárd a Fideszből, valójában a fővárosi frakcióban ugyanúgy bennül. És én egészen biztos vagyok abban, hogy 2024-ben Borbély Lénárd lesz a Fidesz polgármester jelöltje. Azt nem mondom, hogy a polgármestere, mert azt gondolom, hogy Csepel polgármestere 2024 után Dukán András Ferenc lesz. Én nagyon bízom benne, hogy így lesz. Illetve azt még azért érdemes látni, hogy nem csak a fővárosi Fidesz frakcióban ül ott, hanem tusványosan előad, meghívott ott, tehát ő a államtitkárokkal barátkozik a mai napig, rendszeres vendégek az államtitkárok itt Csepelen, ugye a szalagátvágást nagyon szereti Borbély Lénárd is, meg az államtitkárok is, tehát itt ez egy belső harc, hogy ki legyen a csepeli helytartó, aminek a csepeliek látják a kárát. Amikor a gerincút megépítését kértük, hiszen ennek a megoldása azon kívül, hogy ne legyen hídvám, az lenne, hogyha lenne egy gerincút, akkor Németh Szilárd és az egész Fidesz frakció leszavazta ezt a javaslatunkat, hogy a Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő terjesztette ezt be, akivel közösen szerveztük ezt a mai rendezvényt, és
ennek utána pedig, hogy most be akarják ezetni a hidrámot, Borbélynek pedig csendben ültet különböző módokon, de mindenki a fideszes narratívát igyekszik erősíteni, sőt, Borbélynek folyamatosan ő hazudik is ebben az ügyben, hiszen ő tudja, hogy a főváros megszavazta azt, hogy EU-s pályázaton pályázzunk a Gerinc út folytatására, ő is ott ül ugye a fővárosi közgyűlésbe, mégis azt mondja Csepelieknek, hogy a főváros miatt nincsen, holott a kormány volt az, aki ezt a pályázatot, ugye, aki mikor dönt róla, nem támogatta. Most már persze nincsenek is EU-s pénzek pont az ilyen dolgok miatt, mert arról van szó, hogy a kormány nem úgy használta fel az EU-s pénzeket, ahogy kellett volna. És ennek mi Csepelen megisszuk a levét, és most az egész országban pedig a folyamatos megszorításokkal még inkább megpróbálnak belőlünk, nem tudom, mondhatom azt, hogy nem csak csepeliekből, hanem minden magyar állampolgárból kisajtolni ezeket a hiányzó forintokat. Ez egyébként elképesztő jellemző az állampártra, elképesztő jellemző minden fideszes politikusra, hogy adott egy polgármester. Abban a pillanatban, abban a másodpercben, hogy ő polgármesteré vált, onnantól kezdve ő egy település, egy kerület úgymond vezetője, és teljesen független attól, hogy ki az, aki rászavazott, és ki az, aki nem szavazott rá, neki mindenkinek az érdekét képviselnie kell. És ennek ellenére azt látjuk, hogy a fideszes városvezetők nem a helyiek érdekeit képviselik, hanem csak és kizárólag a központi párt utasítást hajtják végre, még akkor is, ha ez teljesen szembe megy a helyiek érdekével és a helyiek akaratával. És éppen ezért gondolom azt, hogy nagyon-nagyon fontos lesz a jövő évi választás, itt Csepelen is, ahol Lukán András Ferenc lesz a Momentum polgármester jelöltje, ugyanis az önkormányzatok a kerületekben és a településekben amolyan a szabadságszigetek, bástyák, ahonnan kiindulva a 2026-ban meg lehet dönteni a Fidesz és Orbán Viktor korrupcióra épülő diktatórikus rendszerét. És azt gondolom, hogy Lukán András Ferenc polgármesterségével Csepelből egy élhetőbb, egy zöldebb és mindenképpen sokkal-sokkal átláthatóbb kerület lesz. Illetve én nekem az is nagyon fontos, hogy a 21. századot hozzuk el a 21. kerületbe, ahogy ha már mi vagyunk a 21, legyünk az évszázad kerülete, én ebbe hiszek, és ezt persze minden nem Csepelit is nagyon szeretek, de azért a szívem azért mégiscsak kicsit kékpirosan dobog itt a csepeliekért, úgyhogy ezt talán megbocsátod nekem, hogy egy kis lokálpatriotizmust. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és mindenkit buzdítok arra, hogy jöjjön ki ide a csepeliek közül, vagy hát persze akár máshonnan is, a második Rákóczi Ferenc út és a Tejút utca sarkára. Hétig számoljuk a forgalmat, a következő vendégünk Orosz Anna lesz, az előző live-okat is meg lehet tekinteni az oldalamon, hogyha megy valaki a Dukán Eres Ferenc Facebook oldalra, akkor ott végig visszanézheti őket, ha most adakozott be akár ezt is, és ezen kívül pedig meg fogjuk a végén osztani a forgalomszámlázási adatait, mert ugye pár részletet számoltunk. Nem tudom, megtippelnéd, hogy szerinted mennyien mentek létre az elmúlt 10 órában? Elképzelni sem tudom, amióta ezt a live-ot csináljuk, ez nagyjából ilyen 5-10 perc lehet, hihetetlen mértékű autóforgalom van, úgyhogy tippelni sem merek, hogy milyen áthaladó forgalom van itt, és hogyha az M0-ás fizetős lesz, akkor azt gondolom, hogy ez a forgalom sokkal-sokkal nagyobb lesz. Hát ez nem gondolat, nem ténykérdés, és már most az elmúlt 10 alatt 13 ezeren elmentek itt, és ennek nagyjából a negyede kamion ráadásul, vagy más tehergépjármű, úgyhogy nem jó a helyzet fogalmazva sem. Na mindegy, mi küzdünk, nem a problémákat nézzük csak, hanem azt, hogy merre lehet kijutni. Az első lépés az, hogy ne legyen hibám, ezért dolgozunk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és ne felejtsétek, a Momentum a holnap pártja, amire már ma is számíthattok.